Az Országos Széchenyi Könyvtár 2021-ben indította útjára kópia elnevezésű szolgáltatását, akkor Babits Mihály leveleit tettük közzé, azóta pedig tavaly például Petőfi több száz költeményének kéziratával gazdagodott a szolgáltatás. A mostani újabb bővülést a munka egyik lelke mozgatója, Földessy Ferenc, a kézirattár vezetője mutatja be. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, elnök úr, főigazgató úr, kedves vendégek, kedves kollégák! A kópia oldal, kópiára keresztelt digitális kézirattár genezisénél a következő három tartalmi kritériumot igyekeztem annak idején körülírni. Elsősorban azt, hogy az egyik az, hogy szolgálja ez a publikálás, ez a digitális publikálás az éppen folyó aktuális irodalomtudományi és történettudományi kutatásokat. Ennek jegyében nyitottuk meg a többször említett Babits anyagot 2021 nyarán. A nálunk őrzött hatalmas Babits levelezés elképesztően nagy, a Babits hagyaték elképesztően nagy levelezés anyagát. Hogy a kutatásra egy pillanatra kitérjek. Évtizedek óta zajlik a Babits levelek kritikai kiadásának munkálatai, az évtizedek alatt 1927-ig jutottak el. Tehát az utolsó kötet 1927. Sajnos, mintha valami megtorpanás volna tapasztalható ezen a téren, pedig még 15 év hátra van ugye a kiadásokból 41-ig. Én most ezen az oldalon, amint látható, egy évszámszűrést hajtottam végre. A 27 utáni leveleket kértem le, tehát a 27 után született leveleket kértem le. Mindenféle szűrés végrehajtató, most nem fogom megmutatni. Érdemes megnézni a számadatokat. Találatok száma 1551. Tehát csak ezen az oldalon 1551 publikálatlan, és nem tudjuk, hogy mikor majd publikálandó levél jelenik meg. És hogyha ezt még hozzáveszem a háttéradatbázisunkat, amely majd tovább fog nyílni, becslésem szerint ott további 2000 publikálatlan Babits levél lesz. Ez pedig azt jelenti mindenféle elfogultság nélkül, hogy a következő 1-2-3 évtizedben a Babits levelek elsőrendű, bizonyos tekintetben egyetlen publikálási felülete, ami kópia oldalunk lesz. A második szempont az volt, hogy... A második szempont az volt, hogy a művelt közönség számára is legyen érdekes. Tehát, hogy találjon a művelt nagy közönség érdekességet. Szerintem kevesen vagyunk a teremben, akik el tudták volna képzelni, hogy a Babits még mindig ott maradván, a Babits anyagban korai moholi nagy grafikákat találunk levelezőlapokon, amelyeket még a művészettörténeti szakirodalom sem ismer. A harmadik nagyon fontos szempont az volt, hogy jelenjenek meg a klasszikusaink, akiket az oktatásban lehet használni. 2023. március 15-én nyitottuk meg a Kölcsey anyagot, a verseket és levelezést, és a Petőfi anyagot, amiből itt az egyik, a sok szép vers közül az egyiket látjuk. Azt hiszem, hogy ez az általános iskola felső tagazatától, magyar óráktól egészen az egyetemi magyar szakos szemináriumokig nagyon jól használható, egészen izgalmas, inspiratív lehet egy magyar órában az eredeti kéziratokból olvasni. Tehát ez volt az a három szempont, és ennek jegyében jelentettünk meg dolgokat. Ma, mint elhangzott, Szendrei Júlia, ugyanabban a Petőfi kultikus térben és az ünnephez kapcsolódva maradva. A Petőfi erekjátárunkban őrzött összes Szendrei Júliát megjelenítjük, tehát a levelezést és a verseket is. Arra most itt nincs idő, hogy Szendrei Júliáról, mint költőről beszéljünk. Vannak ilyen versei, olyan versei, Petőfi utánérzések. Az 50-es évek közepén kezd írni egyébként, tehát Petőfi halála után. Petőfi utánérzésekkel, Arany János utánérzésekkel, és van egy csomó, ez a töredék is olyan, most nincs idő, hogy elolvassuk, van egy csomó szöveg,
ami a vers és a szöveg határán van, és ezt javaslom mindenkinek, amikor kézbe veszi, kinyitja majd az oldalt. Inkább egy benső naplóként érdemes olvasni ezeket. Egy nagyon nehéz élet, Petőfi halála után egy nagyon nehéz magánélet és társadalmi élet benső naplójaként érdemes olvasni ezeket a szendrei dolgokat. A másik főigazgató is utalt rá. A másik nagyon izgalmas dolog, ami most láthatóvá válik, a nálunk körzött Kölcsei autográf, mindig autográf kéziratokról beszélek, tehát csak a saját kezű kéziratokat közöljük. Ez egy kicsit mindig erekje értékű közlés is, ugye. A nálunk levő Kölcsei anyag azon hányadának a közlése, ugye a versek és a levelezés megjelent 2023-ban, ami nem vers, nem levelezés, hanem irodalomkritika, esztétikai tanulmány, ilyen-olyan, amolyan nyelvészeti jegyzet, fordítás elméleti kérdések, és köztük olyan meglepő találatok, ami távol áll a Kölcsei képünktől. Itt a 18. század legjelesebb és a modern demográfiai, statisztikai irodalom megteremtőjének, amit akkor politikai filozófiának hívtak, Zűszmitnek a könyvét jegyzeteli ki, illetve kivonatolja Kölcsei elképesztő perfekcionizmussal, csak nem teljes egészében. Ez még Debrecenben van. Tehát a tanulmányai végén, amikor bevezették Debrecenben az úgynevezett enciklopédikus tantárgyat, magyarul társadalomelméletet. És ő megszállottan tanul, nem csak megszállottan ír, hanem megszállottan tanul, perfekcionista. Teljes egészében kijegyzeteli az Zűszmitet, hogy aztán később, még egy kicsit ezen a területen maradva, maga is írjon önálló munkát. Ez Szatmár vármegye statisztikája, ez ugye a vármegyei élethez tartozó darab. Egyébként ez publikálatlan, számos publikálatlan tételt közlünk most a szolgáltatásunkban. És egyet lépve még egy érdekességet megmutatva, ami nekem filológusnak sokkal érdekesen, hasonlóan nagyon érdekes. Említettem a perfekcionizmust. Tényleg. Tehát a Kölcsei ifjúkori barátja, a Kálai Ferenc visszaemlékezésében leírja, hogy már a debreceni kollégiumban, ha rosszul sikerült egy vers vagy egy szöveg, összetépte, kidobta, elégette. Nem maradt, ez nagy probléma az irodalomtudomány számára, nem maradtak Kölcsei vázlatok. Ezért nagy értékű egy ilyen kissé meggyötört tétel a számunkra, ami most jött elő a mi anyagunkból, mert egy vers genezisét föl lehet építeni. Nincs. Tehát nagyon furcsa, nagyon sok Kölcsei kéziratunk van, csak nem mindegyik a Széchenyi könyvtárban, de töredékek nincsenek. Szemben Vörös Marti valaki megőrzött mindent. Ezért nagyszerű dolog, én most nem állok neki felolvasni, de tegyük azt, jó? A középső kis négy soros, mindenki tudná olvasni, ha közelről nézné. A billikom kerültében kedvgyúl a férfi kebelben, s vígének zengésénél minden ifjú táncra kél. Mondja ez a töredék, a többi töredék is mond valamit. Az utolsó képet fogom mutatni. Ezek vázlatok a Csákányi vérmennyegző című kevésbé ismert, de nagyon szép vershez, és a billikom kerültében minden férfi gyúl szűvében, stb. Pici modifikációval, de abszolút visszaköszönnek a jegyzetek. Tehát a filológia számára ezek a pici modifikációk az érdekesek. Szívesen folytatnám, nem teszem, mert még vannak érdekes dolgok, például az említett Berzsenyi kritika is, amit hát a magyar irodalom legelhíresültebb kritikája, mert ugye Berzsenyi aztán elhallgat. Azt gondolom, hogy ez a kis tartalmi áttekintés talán eléggé fölkeltette az érdeklődésüket. Zárómondatként egyetlen megjegyzés, ez egy kvantitatív megjegyzés lenne. Ahogy főigazgató úr mondta, ez ma valóban Magyarország legnagyobb digitális könyvtára, a kézirattára. Köszönöm szépen a figyelmet.